Megkezdődött a dió betakarítása, és az első adatok szerint kiváló minőségű, az átlagosnál jobb termés lehet idén. Ám hiába kímélte meg az ültetvényeket a dióburok fúró légy, a gazdáknak most a piac alakulása okoz gondot. Az árakat ugyanis a piacot elárasztó kínai és ukrán dió töri le. Hát éppen múltvasárnap volt szerencsém a Mátrában megszemlélni három mókust, hogy egy diófa termését szüretelték, néha egymással is összeveszve. De komolyra fordítva a szót, valószínűleg ők tudhattak a ukrán tervekről, hiszen Magyarországon nem volt olyan paraszti udvar, ahol ne lett volna egy-egy diófa, ami nyáron hűst adott, és megtermett rajta a téli süteményekhez való, vagy akár a nyári időszakban is például a diós tésztához, vagy bármely más étekhez való kiegészítő. A dió fontos eleme a étrendünknek, éppen ezért az udvarokról, a kertekből ültetvényekre is elterjedt. Nem volt a dióval gond, egy jól termő, jól pénzelő ágazat volt egész addig, amíg meg nem jelent a természetes ellensége. Milyen csoda az óceánról, túlról. A fúró légy, ami ellen nagyon sokáig nem volt vegyszeres védekezési lehetőség sem, ma már épp egy amerikai vegyszert lehet ellene használni. Ne higgye senki azt, hogy Ukrajnában hatékonyabban dolgoznak az amerikaiak az ukrán földeken, mint bármely más magyar gazda, csupán semmilyen szabályt nem kell betartaniuk. És a fegyverekkel vívott háború mellett itt van a gazdasági háború, aminek az a célja, hogy akár a magyar mezőgazdaságot, a magyar élelmiszeripart, illetve a közép-kelet-európai mezőgazdaságot és élelmiszeripart tönkretegyék, akár oly módon is, hogy nagyon olcsón adják minden terméküket bekerülési ár alatt, hiszen ez nekik csak egy középtávú befektetés, ha tönkreteszik a konkurenciát, urambocsát piacot csinálnak belőle, akkor az nekik jó, majd ott megtérül, amikor már nem lesz hazai előállítás, például dióból, akkor annyi fogják adni, amennyien nem szégyellik. Tehát ez egy gazdasági háború része, ahol nem törődnek semmivel. És ne felejtsük el, hogy ez a dió olyan földről származik, amelyet magyar honfitársaink félre is öntöz, már csak kegyeletű okokból sem fogyasztanék ebből a dióból. Akik viszont a dióbél értékesítéséből szeretnének megélni, azoknak már problémát okoz a feketén bejövő ukrán és moldovai áru, amely döntően kistermelőktől érkezik, ám azt a felvásárlók összeöntik és úgy exportálják. Ez még akkor is árletörő hatású, ha a magyar dió minősége jobb. Teljesen ellenőrizetlen, mint minden más ukrán mezőgazdasági terméké, hiszen ott, ahol semmilyen EU-s előírás nem kell betartani, ott nem tudjuk, hogy éppen mivel vegyszerezték, hol termett, mondjuk a Csernobil környéki erdőkben, vagy bárhol máshol. Nagyon jó példa erre a magyar hatóságok, az élelmiszerláncbiztonsági hatóságok, vagy akár a lengyel által feltárt szermaradvány hegyek, amit a különböző termékekben, mezőgazdasági termékekben találnak. Tehát egy... Úgy nagyon könnyű versenyezni, nagyon könnyű döppinget csinálni bármiból, hogyha semmilyen szabálynak nem kell megfelelnünk. Éppen ezért élelmiszer, lánc biztonsági szempontból nagyon kockázatos ma bármely ukrán terméket elfogyasztani. Most egyszerűen letörik vele az árakat, hiszen ez a cél, hogy minden magyar és közép-európai előállítást a mezőgazdasági termékekből a nulla közelébe toljanak le, tegyék tönkre a gazdákat, okozva ezzel természetesen politikai feszültséget is, de lényegesen nagyobb gazdasági feszültséget, aminek az a végeredménye, hogy a különböző termelvények előállításával leállnak a gazdák, majd megjelenik ugyanez a termék a piacon, méreg drágán már, hogy a kiszorított termékek helyét elfoglalja, és ott majd realizálják azt a profitot, amit most elengednek. A csonthéjú gyümölcs piacán a chilei és ausztrál dió is jelen van. Májustól érkezik az áruházak polcaira, míg a kaliforniai és kínai tételek november végén szoktak megjelenni.